Zárt kapuk fogadják a magyar-ukrán határsávba érkező látogatót Nagy Hódosnál. Itt jelenleg nem lehet legálisan átkelni Ukrajnába. Építkezése egyelőre nem sok jel utal. Magyar oldalon azonban már 2015 nyarán befejeződött a tervezés. Az országos rendőrfőkapitányság több mint 30 millió forintot fordított a környezetvédelmi engedélyeztetésre, valamint a vázlattervek és értékbecslési dokumentáció elkészítésére. Az új közúti határátkelőhely megnyitásának sokan örülnének a térségben, hiszen megkönnyíteni a kapcsolattartást a határ két oldalán élők között. Eddig, hogyha valaki nagy paládra akart menni, akkor egy olyan 35-40 kilométeres kerülővel tudta ezt megtenni, most pedig egy-két kilométeren belül már odaér. A határnyitást a magyar fél akarja jobban, ezt jelzi a Nagyhódos központjától az országhatárig tartó két kilométer hosszú útszakasz felújítása is. Erre több mint 400 millió forintot fordítottak Európai Uniós forrásból. Ukrán oldalon azonban nem halad az átkelőhely tervezése, kárpátaljai hírportálok szerint azért, mert nincs pénza nagy paládról a magyar határig tartó útszakasz felújítására. A kárpátaljai megyei tanács emiatt tavaly kérelem érdemmel fordult az ukrán miniszteri kabinethez is, de azt kapták válaszként, hogy erre a célra az országnak nincs pénze. A nagyhúdosi átkelőhely megépítését a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította, a beruházásra a belügyi alapok belső biztonsági alapjából és kormányzati támogatásból csak nem 707 millió forintot fordítanak. A projekt megvalósítási határideje 2018. június 30-a.